Az egyik hűtőben mínusz 19, a másikban mínusz 21 fok van. Ezeket a berendezéseket is a korszerűsítés részeként vásárolták az Ibrányi iskola konyhájába. Az eszközbeszerzés mellett kifestették az épületet, és új burkolatot is kapott a főzőhely. A fejlesztésre azért volt szükség, mert hétköznaponként 800-an étkeznek itt. Ez egy 1000 adagos konyha, amely most körülbelül olyan 800-as kapacitással működik. Igazából a gyerekek létszáma az egy ilyen 6-700 főre tehető a két általános iskolájé, illetve 100 fölötti a vendégebédek száma is Ibrányban. A felújított konyhát pénteken adták át a településen. Vinnai Győző, a térség önkormányzati képviselője arról beszélt, hogy az a törekvésük, minden településen egészséges ételekkel tudják ellátni a gyermekeket és az időseket. Mintegy 40 millió forintból, ennek 95% a pályázati forrás és 5% a önerő, megújul az önkormányzati közétkeztetést és biztosító konyha Ibrányban. Azért volt szükség a megújulásra, mert így korszerű, egészséges élelmiszer higiéniailag is megfelelő ételeket tudnak előállítani, és ennek a konyhának nagy szerepe van a gyermekétkeztetésben, az idősek ellátásában, és nagyon nagy szerepe van, hogy az emberek azt gondolják, hogyha változatos, korszerű, egészséges ételeket kapnak, akkor számukra ez előnyös. Egyébként itt a konyha belső felújítása is megtörtént, padlócsere, tisztító, fertőtlenítő festés, és konyhai gépek, modern konyhai, nagykonyhai gépek beszerzése is megtörténik, amivel sokkal jobb lesz a közétkeztetés itt Ibrányban. Nemrég fogadták el a település idei költségvetését, Ibrányban hazai forrásból korszerűsítenek utakat, és csak nem 300 millió forintból mezőgazdasági utakat is járhatóvá tesznek. A legfontosabb ezek közül a beltelepülési utak fejlesztésére nyert 110 millió forintos hazai forrás, illetve nagyon vártuk és nagyon örülünk a külterületi mezőgazdasági utunk fejlesztésének is, amelyre 272 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyertünk. Úgyhogy nagyon várjuk, hogy ezek elkezdődjenek, és ezzel is épüljön, szépüljön tovább településünk. A konyha felújítása több mint 37 millió forintba került. A pályázat 95%-os támogatású volt, saját forrásból 2 millió forintot fordított a korszerűsítésre az önkormányzat Ibrányban.